József Attila el van felejtve. Demeter Szilárd kell, meg Kósa Lajos kell, meg ilyen bunkók kellenek, ennyi. Meg bátoroknak kell lennünk. A másik fontos célunk, hogy felszámoljuk a ténykitát, hogy ha most így maradnak a dolgok, akkor később leszünk majd. Forrósz várható, hitfoglalás lesz, tüntetések lesznek, vidéki tüntetések lesznek, lesz szolidaritási tüntetés külföldön, úgyhogy igen mozgalmas részelé nézünk. És milyen eredményeket vártok, ugye az eddigiek azok, hát ha volt is eredménye, az az, hogy rosszabb lett a tanároknak, illetve a diákoknak is. Ezzel nem biztos, hogy egyetértünk. Az elmúlt egy és fél évnek azon kívül, hogy egy státusztörvény lett a nyereménye, azon kívül azért nagyon fontos leszögeznünk, hogy az elmúlt 30 évben még soha nem látható nagyságú diákszervezetek jöttek létre ebben az országban, ami nagyon fontos és óriási eredmény. Őszintén nem sok eredményre számítok, de nyilván remélném, hogy valami történik végre. Igazából a 15-ai tüntetésre kicsit többet várok. Remélem, hogy ott többen leszünk, és kicsit jobb lett, tehát hogy nagyobb lesz a hangulat is. Hát alapvetően azt várom, hogy anyukám például pedagógus, és hogy igazából akármilyen eredmény, pozitív eredmény már jó lenne, és nem pedig egy basszú törvény. Idén miben reménykedtek? Nem rendszerváltásban még, bármilyen meglepő is, bár jó lenne. Idén azt szeretnénk elérni, hogy egy olyan szolidaritási platformot hozzunk létre, amiben rengetegféle szervezet csatlakozik, és miután az oktatás kérdése mellé felépítettünk egy erőt, ugyanezt az erőt át tudjuk csatornázni más problémákhoz is, mert mindenhol ugyanaz a problémának a forrása. Félmillió ember egy hétig itt a Kossuth téren, meg a környező utcákban, az vezetett eredményre. Ennyien reméképpen. Mi lehet az oka, hogy csak ennyien vannak? Mit gondol? Fogalmam nincs. Mondom, talán az, hogy elfáradt a dolog. Újból indítják, most lejárt a nyár, a szabadságolások. Milyen eredmény lesz, ezt majd meglátjuk. Gyakorlatilag ugyanazok az emberek vannak, majdnem minden tüntetésen. Mi lehet ennek az oka szerinted? Hát mondanám, hogy az, hogy nem nagyon értünk el vele sokat, hogy nem látszik az eredmény, de igazából aki nincs itt, az már szerintem az elején sem jött ki. Ez a gondolkodás, hogy majd a többiek, vagy hogyha most kimegyek, attól nem változik. Már hallottam ilyen ismerőseimtől, hogy nem tudom, nekik van jobb dolgok, mint hogy tömegben legyenek, meg ilyenek, és próbáltam őket meggyőzni, hogy ez a gondolkodás ez nagyon rossz, de hát valakit nem tagzanak. Arról mit gondol, hogy a tanárok nagy része, illetve a szülők nagy része érzéketlen a probléma iránt? Nem igaz. Érzik ők a dolgot, de részben nem mernek, munkahelyi problémák miatt, kirúgatások miatt. Megvan az a... Most a tanárokról beszél? Igen. És a szülők, akiknek a gyerekeikről van szó, tehát ők kapnak olyan oktatást, amilyet? Igen, annak előbb-utóbb meg lesz a bőtje, mert ez a dolog rosszabbodni fog, és biztos vagyok benne, hogy a szülők, ha nem más, a szülők összefognak, és majd lesz ennek keményebb következménye. Ugyanis amikor a saját gyerekem nem fog tudni iskolába menni, mert nincs tanár, mert a portás tartja a kémiát, meg a gondnok, meg ilyenek, ez nem módos vivendi. Magyarországon sajnos a mókuskerékben való részvételünk miatt a túléléshez folytatott harcban észre sem veszünk, hogy elfogy körülöttünk a levegő, és nagyon fontos, hogy az okával is megmutassuk az embereknek, hogy senki sincsen egyedül, és igen, ki kell állnunk a másikért, mert lehet, hogy holnapért nem fognak jönni. Szerinted mi lehet annak az oka, hogy a szülők nem mozdulnak meg tömegével a saját gyerekeik oktatásának színvonala védelmében? Szerintem a szervezettség hiánya. A napi megélhetéssel, tehát egy szülőnek sokkal nagyobb felelőssége van. Több, tehát neki megélhetést kell megteremteni, neki nevelni kell a gyereket, neki fenn kell tartani egy családot. Sokan félnek szerintem, nagy a fenyegetés, mert az, hogy kijön, azzal már kockázatot vállal, szóval azt nem mindenki tudja megengedni magának. Nekünk kevés a kockázatunk. Nekünk mi szabadabban tehetünk azt, amit akarunk, mert nincs alattunk, vagy nincs mellettünk még 3-4-5 ember, akiről gondoskodnunk kéne. Ezt nem teheti meg ugyanúgy egy szülő.
De a gondoskodás nem jelenti azt is egyúttal, hogy, hogy a legjobbat akarja a gyerekének, és amennyiben ez nem teljesül, akkor kiáll érte? De hogyha ha kiáll érte és kirúgják, akkor végezetül az ő konkrét problémája nem, hogy nem oldódik meg, hanem sokkal rosszabb lesz. Ezt akkor lehetne felülmúlni, hogyha a szervezettség jelen lenne a társadalomban. El tudsz képzelni olyan akciót a részletekről, a diákok részéről, amitől ez a kormány meg hátrál? Hát... igazából így konkrét akciót nem, de reménykedem benne, hogy meg tudunk csinálni egy ilyet. Tavaly is nagyon próbálkoztunk az ülősztrájkokkal, stb. Úgyhogy reméljük, hogy az egyik ilyen akció ekkor átszól majd igen. El fog következni, mint ahogy 56 is elkövetkezett. Volt egy pont, amikor innen ne tovább. De ez 56-os forradalmat nem vizionál ebből a állapotból, nem? Eleve amiatt, hogy mondjam, tanárokról van szó. Hogy érti, hogy tanárokról van szó, hogy ők nem annyira, nem tudom, erőszakosak? Vagy hogy érti ezt? Hát... igen, talán így is, de hát inkább a... nem a gyakorlati oldalát fogják meg a dolgoknak, próbálnak észérvekkel, elmével hatni. Nincs kire. Nincs fogadókészség.